A most következő videóban megjelenhetnek olyan könyvek is, amelyek az érvényben levő jogszabályok miatt kizárólag felnőtt olvasók számára ajánlottak. Zoltán Tamás vagyok, rengeteget olvasok és rengeteget beszélek, például most is. Fuk, muk, fuk, nem, hello and welcome, ezt kell mondanom, szevasz, köszönöm, hogy itt vagy ma is. Akkor is, ha nyár van. Nagyon örülök, hogy itt vagy, mert beszédem van veled. Nem hoztam most könyveket mutogatni, de képzeld el, hogy megint nyomoztam egy kicsit, mert nem bírok magammal, és tudom, hogy te szereted, ha én nyomozgatok. Mert most a héten több ilyen beszélgetésem volt, amiben a klasszikus irodalom került szóba. Mennyire megy manapság a klasszikus irodalom? Kell-e ez egyáltalán? Érdekli-e a mai fiatalságot a klasszikus irodalom, vagy nem-e? És azon belül a magyarok voltak itt a téma. És akkor vettem a fáradtságot, hatalmas fáradtság volt, sejtheted. És fölhívtam néhány antikváriumos ismerősömet, meg könyvszekeres ismerősömet, sőt könyvesboltban dolgozó ismerősömet is. Tartottam egy kis közvéleménykutatást, és jegyzeteltem, írtam itt egy fehér pennára. És ebből összejött nekem itt egy ilyen táblázatszerűség. Nagyon érdekes, meg azt gondolom, hogy tanulságos is. Csak belenéztem, hogy látok-e, igen. Hogy kicsit átnéznünk azt, hogy a magyar szerzők terén kik azok, akik ma eladhatók egyáltalán. Van kedved ezt így végigkövetni velem? Szerintem tanulságos lesz ez mindannyiunk számára. Valaki írt közben egy üzenetet, nem baj. Szóval három oszlopot csináltam itt, az első kapott egy plusz jelet, akik bármikor, bárhogy minden mennyiségben eladhatók, van egy plusz-minusz, akik szó-szó, de majd teszek hozzá megjegyzéseket is, illetve van egy eladhatatlan rubrikám is. A végén pedig a kortárs magyarok közül is néhányat említek, hogy kik azok, akiket keresik. Itt most ugye antikváriumokról, szekierekről van, tehát főként használt könyvekről, régi könyvekről beszélünk, de van benne. Mint mondtam, friss könyvekkel foglalkozó eladónak a véleménye is. Na nézzük a magyar klasszikusokat. Kik azok, akik ma még mindig eladhatók, mert szeretik őket? Az első, aki itt szóba került, az Jókai Mór. És bennem is van egy ilyen kettőség Jókaival kapcsolatban, hogy én értem, Jókai az egyik legnagyobb klasszikus magyar, de közben meg olyan nyelven írt, ami hát nem biztos, hogy a mai fiatalokat megérinti. És itt a válasz, valóban a mai fiatalok egyáltalán nem buknak Jókaira, viszont a 40-től fölfelé, főként 50-től fölfelé levő ifjú korosztály viszont még mindig fallja Jókait. Az is érdekes, ezt is megtudtam, hogy az új kiadások, tehát nem a könyvesboltból veszik meg a Jókait, hanem antikváriumból, használt könyv, marketplace, tehát nem adnak érte sokat magyarul, tehát ilyen 5-6 ezreket nem adnak egy Jókaiért, de Jókai a mai napig eladható. Aztán a régieket mondom először, jó, bármikor, bármilyen körülmények között a mai napig eladható Karinti Frigyes. Szerintem ezen nem csodálkozunk, vagy nem lepődünk meg. Karintira tapadnak, és veszik, és viszik. Nem a klasszikus irodalom, de közben ő is klasszikusnak nevezhető, de hát a Ponyva magyar királyáról van szó. Rejtő Jenő, képzeld el, hogy ő is a mai napig megy és kell. Aztán kiket írtam itt össze, akik nagyon kellenek, és nagyon viszik őket? Van 4-5 olyan költőnk, akik bármikor eladhatók, és tucat számra viszik őket, a régi kiadásokat is. József Attila, Radnóti Miklós, Ady Endre, Pilinszky János és Vörös Sándor. Én örülök is ennek az 5 névnek itt. Aztán fölkerült erre a listára a nagyon keresett magyar szerzők közé Hanvas Béla, aki ugye sokáig nem volt kapható, aztán most van egy ilyen elképesztő hulláma már hosszú évek óta, és a mai napig nagyon szeretik Hanvas Béla műveit. Majdnem, hogy mondhatnám, hogy szomorú is vagyok, mert itt ebben a körben egyetlen női név szerepelő, Nemes Nagy Ágnes, akinek szintén volt most ugye egy jubileumi év, tehát őt viszik. Csukás István is eladható, Örkény István nagyon kell az embereknek. Ide került ebbe a sorba
És azt mondom, hogy itt se lepődök meg, és ez nem feltétlenül az irodalmi minőségnek szó, de Vas Albert most iszonyú módon megy. Aztán ebbe a rubrikába került még három olyan név, akik kortársak, mindhárman élnek a mai napig, hála Istennek, de hogy azért ők jó régóta ott vannak már, tehát antikváriumokban is bőven vannak köteteik. Lőrincel László, vagy Leslie Lawrence, Vivien Fable, vagy Molnár Éva, és nem Ere István, ők hárman bármikor. De itt is többen mondták, hogy hát azért olcsón, tehát ilyen pár száz forintokért, de az ő köteteiket bármikor el tudják adni ezekben az üzletekben. Ahogy mondtam, a második rubrikám a hát megy is, meg nem is. Érdekes módon itt Gárdonyi Géza volt az első név, amit fölírtam, és ezt is többen megjegyezték, hogy hát Gárdonyinak az Egri csillagok ugye mindig kell, meg mindig megy, hiszen a mai napig kötelező olvasmány iskolákban, illetve az Ida regénye, de hogy a többi Gárdonyi ott marad, nem kell nekik. Krudival hasonló a helyzet, hogy van néhány regénye, amit akár ezrekért is el lehetne adni, de a többi Krudit mondjuk 200 forintért sem tudják eladni. Kosztolányi Dezső, Szabó Magda, itt megjelenik újra egy női név, és a Magda nekem, én azt hittem, hogy őt bármikor kilószámra viszik az emberek duópakban is, és hogy itt is több antikváriumos azt mondta, hogy bizonyos Magdákat visznek, tehát az Abigail, a régi módi történet, meg az ajtó, azt gondolom, nagyon megy, de hogy a többi, na jó, de tehát azok nem is biztos, hogy annyira jók voltak, de most nem az a dolgom, hogy én minősítsek. Fölkerült erre a listára ide egy másik női név, akin meglepődtem kicsit, mert nem gondoltam, hogy. És közben meg értem, hiszen ugye politikailag nagyon sokat emlegetjük a nevét, de hogy itt van ebben a középmezőnyben Tormai Cecil. Hello! Hogy a bujdosókönyv nagyon, nagyon kellene az embereknek, megolvassák a Cecilt. Ki ezért, ki azért. Ki van itt ebben a sorban? Még egy női név van ebben, még két női név van. Janikowski Éva és Kafka Margit, mindkettőnek nagyon örülök. Örülök, hogy Margit itt van a középmezőnyben. Be lehetne a legjobban fogyók között is, de majd egyszer. A költők közül ide került Arany János például, aztán itt van még Szerb Antal, aki szintén megosztó, mert az Utas és Holdvilág, meg a nem tudom, még egy regényét mondták, hogy azok nagyon mennek, a többit képtelenség eladni tőle. Aztán ide került Csát Géza, itt van Kosztolányit mondtam, ugye igen. Az újabbak közül itt van Moldova György, és itt van Szilvási Lajos is. Ugye mind a ketten nem használom azt a szót, hogy átkos. Hát tudja, az én gyerekkoromban voltak ők nagyon népszerűek, meg már előtte is, nem vagyok én olyan idős, de hogy mára azért kicsit már kikoptak, de egy generáció, az 50 pluszosok, 60 pluszosok viszik Moldovát és Szilvásit. Aztán az újabbak közül, nem a régebbiek közül, még itt van Juhász Gyula is, sajnálom kicsit, mert szerintem őt többen is vihetnék. De például ide került Eszterházi Péter és Faludi György is, akik tulajdonképpen a kortárs kategóriába tartoznak, de már egyikük sem él, de hogy ők is olyan szerzőnek számítanak, akiktől bizonyos könyveket bármikor el lehet adni, mondjuk a Faludinál a Pokolbeli Vígnapjaim, vagy a verses kötetek közül egy-kettő, de közben meg vannak olyan köteteik, amiket sosem tudnak eladni az emberek. Jó, ugye? Nagyjából ez volt a középkategória. Na és akkor most jön a meglepetés. Olyan magyar szerzőket is összegyűjtöttem, akiket per pillanat nem lehet eladni. Meg fogsz lepődni az első két név hallatán. Móricz Zsigmond. A kutyának nem kell per pillanat Móricz Zsigmond, és Mikszáth Kálmán is itt van. Úgy tűnik, hogy per pillanat az ő stílusuk, vagy az a világ, amiről ők írtak, vagy az az irodalmi stílus, az most nem kell az embereknek. Kicsit meg is tudom érteni. Én is éppen a pár hete gondolkodtam azon, hogy mivel helyhiány van nálam, hogy egy nagyobb részt kellene felszabadítani a könyves polcomon, és ezen gondolkodtam, hogy de kiktől váljak meg? És az az érdekes,
és ezzel összevág ezzel a listával, hogy én is oda jutottam, hogy a Moritzot, Mikszátot és Jókait, tehát hogy ők hárman azok, akiket végtelenül elismerek. Szerettem az ő regényeiket, iszonyú sok van belőlük nekem is, hiszen ők futószalagon írtak, viszont nem valószínű, hogy mondjuk a következő mondjuk 10 évben én újra leveszek egy Jókait a polcról és elolvasom. Nem tartom valószínűnek. Vagy ha megkívánom, akkor bárhol egy szekéren vagy egy lomtalanításon ingyen találok, mert annyi van belőle, ugye őket rengetegszer adták ki, és sok példányban, tehát mindenhol ott vannak, nagyon olcsón megkaphatók. Pont ezen gondolkodtam, hogy sajnos lehet, hogy ez a három szerző lesz az, akiket így hely hiányában én per pillanat nem száműzök, csak lekerülnek a polcról, mert nem forog nálam. Tehát, hogy nincs az, hogy ó, most eszembe jutott a különös házasság, és el akarom olvasni. Hát a fene akarja meg én elolvasni. Érted? De lehet, hogy majd, ha megöregszem, akkor megkívánom, de valószínű ezekből akkor is lesz annyi példány még, hogy csak na. Szintén eladhatatlan kategóriához soroltam én a beszámolók alapján Zilahi Lajost, és vele is az az érdekes, hogy iszonyú mennyiség van belőle, mert hogy nagyon sokat adtak ki, de talán még ide sorolhatnám, itt is van Berkesi, aki hát megállsz egy könyvszekérnél, vagy nem tudom, egy lomtalanítás mellett is kettőt tuti találsz tőle, hiszen a 70-es, 80-as években ő rendkívül népszerű volt. Sellő a pecsétgyűrű, most ez jutott eszembe, amiből film is készült, de hogy nem volt annyira jó, meg annyira jelentős szerző, de hát azt most már tudjuk, hogy azért ott egy kis politikai ráhatás, meg némi 3x3-as múlt, nem tudom, azt mondják, közre játszott, tehát lehet, hogy nem véletlenül jelenhetett meg ennyi regénye, és ez nem jelenti azt, hogy ha valakinek sok regénye megjelenik, az feltétlenül jó, hisz látjuk, hogy ki is kopott. Zilahi is kikopott, úgy tűnik. Aztán kit írtam még ide? Szomorú vagyok, Nagy László. Kassák Lajos. Csóri Sándor. Ezt mondjuk nem is annyira értem, mert Csóri jó, csak közben meg elég nehéz olvasni. De közben meg annyiból is meglepő, hogy a... Hogy hívják a színész fickót? Vecsei H. Miklósék. Ugye pont most van egy hullám, hogy ők a Csórit nagyon csúnya szóval tolják, meg volt belőle kis pocketkönyv is, ami jó is volt. Valahol itt is. Itt van, pont. Akarod, hogy megmutassam? Párbeszéd sötétben, egy előadás szövegkönyve Csóri Sándor életműve nyomán. Tehát úgy tűnt, hogy Csóri egy ilyen új másodvirágzását, vagy nyolcadvirágzását éli, de mégsem. Aztán megint szomorú vagyok, Juhász Ferenc pedig milyen csodákat tudott ő írni. Így és Gyula. Ezen nem annyira lepődöm most meg, mert őt se annyira könnyű olvasni. Tersánszki Józsi Jenő. Füst Milánt tessék olvasni, mert jó. Szintén itt szerepel a szinte eladhatatlan nevek között Szabó Lőrinc is. Pedig mennyire szerettük mi annó Szabó Lőrincet, meg szerintem ő értelmezhető, meg érthető, meg annyira sokszínű volt ő is, hogy most belegondoltam, szerintem Szabó Lőrinc megállná a helyét most is, ugye? Aztán mindenkit felolvastam, aki ezen az oldalon volt. Ide még annyit írtam, hogy Ábel trilógia. Ezt miért írtam ide? Ja, mert valaki, valamelyik antikváriumos panaszkodott, hogy irgalmatlan mennyiségű példány van az Ábel a rengetegben, meg az Ábel Amerikában, és hogy képtelenség eladni. Lehet, hogy valakinek, nem tudom, újra föl kéne őt hype-olni egy kicsit, és akkor elfogyna Tamási Áron klasszikus regénye. És közben, ha meg a szívemre teszem a kezem, akkor én is azt mondom, hogy bennem sincs most oldhatatlan vágy, hogy őt minden áron olvassam. Aztán mindenki, a Fekete Istvánt hagytam ki, ő a középkategória volt, és ő itt is azt mondják, hogy az állatmesék, tehát a VUK meg az állatregények nagyon mennek, de egyébként a többi nem annyira kellendő. A kortársakat, ha veszem, akkor 2, 4, 6, 8, 10, 11
nevet szedtem össze azok közül a most élő szerzők közül, akikre azt mondják az antikváriumosok, hogy őket keresik leginkább az olvasni vágyó pajtások. És nem sorrendben van, csak ők a top. Dragomán György. Azt hiszem, hogy talán ez érthető is, hiszen a Dragománt emberként is szokás szeretni, meg az írásai is azért jelentősek. Itt van egyből az ő élete párja Szabó T. Anna, azt hiszem itt sem kell magyarázni, hogyha kortárs költészetről van szó, akkor Anna neve elkerülhetetlen és kikerülhetetlen és le a kalappal. Tóth Krisztina, értem, meglepő, hiszen én azt gondolnám, hogy a magyarok, vagy ahogy tudom, nem annyira novellaolvasó emberek. És ehhez képest ugye Krisztinának főként novellás kötetei vannak, vannak regények is, de hát jóval több novellás kötete van. De hogy ő láthatóan egy szerethető szerző. Kit írtam? H.I. János. Ezt is értem, Nádasdy Ádám. Ezt is értem, pedig Ádám, már hogy a Nádasdy Ádám nem annyira commerce, meg nem annyira mindenki által szerethető verseket írt, vagy könnyen olvasható verseket írt, vagy novellákat. Regényre most így hirtelen nem is nagyon emlékszem, vagy persze, biztos van itt a polcomon, csak Nádas Péter, oké, értem, Nyári Krisztián, oké, elfogadom, Darvasi László, nagyon örülök, hogy bekerült ebbe a top 10-11-be, Tompa Andreát is nagyon keresik már antikváriumokban, hát még nem annyira kerülhet oda be, hiszen 5 regénye van, és azokat még szerintem nem passzolják le az emberek, mert nem olyan régiek, de láthatóan keresik. Vagy az is benne lehet, hogy elég drágák a Tompa Andrea kötetek, regények, és az embereknek egyre kevesebb pénzük van új könyveket venni, és ezért inkább antikváriumban mennek. Krasznahorkai van még itt, és Lackfi. És meg is értem, és hirtelen én sem nagyon tudnék újabb neveket erre a listára. Hogy érdekes ez? Persze, gondolkodjunk egy kicsit, hogy mit gondoltok ti, és ebben tényleg a véleményeiteket szeretném majd itt olvasni a komment szekcióban, hogy mi lesz 10 év múlva a Mikszáth kötetek sorsa, meg a Móricz Zsigmond kötetek sorsa, amivel Dunát lehet rekeszteni, annyi marad belőlük, hiszen annyit nyomtak ki, és mindenhol ott volt. Az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években az otthoni könyvtárakban. Mi lesz ezeknek a könyveknek a sorsa? Ott maradnak és porosodnak az antikváriumokban? Hogy ilyen egyet-egyet visznek belőlük. És mondjuk a Jókait is, amikor azt mondtam, hogy népszerű, az azt jelenti, például az egyik könyvszekeres barátom mondta, hogy hát, hogy havonta egyet el tudunk adni a Jókaiból, nem is könyvszekeres antikváriumos, mondta, bocsánat, tehát hogy az azért nem mennyiség a havonta egy, és az már mégis a keresetteknél van. Érted? Az én nem fájdalmam ez nekem, csak azért mégiscsak az, hogy hová tűnnek majd a magyar klasszikusok. Hogyha, nem tudom, az egri csillagokat kiveszik a nemzeti alaptantervből, mert egyszer biztos megteszik, akkor Gárdonyi is megy a süllyesztőbe, és az lesz a sorsa, mint a Berkesinek, vagy a, nem tudom, a Moldovának, vagy a Zilahinak, vagy a Szilvásinak, hogy lassan már azt se tudjuk, hogy ők voltak. És tényleg olyanok jönnek majd elő, akik, tehát, hogy Nyírőt kell majd olvasni, ez ugye nem. Tehát, hogy és nem mondom, hogy a Nyírő rossz, de hát azért nem annyira jelentős szerző ő, mint soroltam itt ma jó néhányat, akik majdnem, hogy eladhatatlanok, és amire én szeretném személyesen fölhívni a figyelmet, vagy kérni szeretném, hogy olvassatok verseket, kérlek, magyar verseket, hogy elhiszem, hogy nincs annyira a reflektorfényben Füst Milán, vagy Szabó Lőrinc neve, de hogy akár az interneten is meg lehetem találni a verseit, és akkor legközelebb, ha szembe jön veled egy antikváriumban 200 forintért egy Szabó Lőrinc kötet, akkor menj meg és vidd haza, mert csodákat írtak ezek az emberek. Így.
És persze megint mondom, hogy van egy olyan hullám, amikor divatja van valakinek. Most, ha nem tudom, a Vas Albertnek van egy ilyen divatja. Aztán majd kipukkad, mert az emberek hát rájönnek, hogy azért Vas Albertnek van 2 3 jelentős műve, a többi az nem annyira jó. És ezt most én őszintén mertem mondani, és ezzel nem bántom Vas Albertet, hiszen tudod, hogy a Funtinelli az nálam a világ közepe, és a nem tudom, tehát a top 100-ból az első. De hogy azért a többi nem annyira jó. Na jó, most szerintem már üresen beszélek itt össze-vissza. Erre vagyok kíváncsi, hogy írd meg a véleményedet, hogy szerinted ezek a kötetek, mi lesz ezeknek a sorsuk? Vagy hogy szerinted miért ment ki a divatból, miért nem kell az embereknek a Mixát, meg a Móricz, meg a Tersánszki, meg a nem tudom. Miért nem olvasnak olyan magyar verseket, amiket mondjuk a Kassák írt, vagy akik voltak itt még a listámon. Juhász Ferenc, Ijés Gyula, miért Csóri Sándor? Na jó. Ennyit szerettem volna én ma. Most hiába várod, hogy bukfencezni fogok, vagy körtáncolok, vagy nem. Jaj, utólag meg kell köszönnöm, elfeledem. Meg kell köszönnöm elsősorban azoknak, akik ott voltak a múlt hét szombati közönség találkozón. Remélem, hogy vállalhatóan viselkedtem. Ha nem, akkor ezt majd privátban megírod. Már mindenki túlélte, nagyon helyesek voltatok, és köszönöm mindenkinek, aki oda személyesen eljött. Viszont nem viselkedtem vállalhatóan a Petőfi Irodalmi Múzeumban a csukás délutánon, mert azt penetránsnak tartottam, ami ott a múzeum kertben versmondás gyanánt lezajlott. Azt én szabad akaratból nyíltan és láthatóan felálltam, és ott hagytam, mert az nem illett csukás István szelleméhez. Illetve volt még valami, amiről akartam beszélni? Nem, ilyenekről akartam. Innen folytatjuk a jövő héten, jó? Addig legyél jó, ne piszkáld, amit nem kell piszkálni, ne vakargasd, ami nem kell vakargatni, ha kimész, akkor még naptej, borsófőzelék egészséges, szia!